should do that scene to Emelkedett. Már mindent értek. Már mindent tudok. A jót és a rosszat, az igazat, a hamisat, a rák ellenszerét, a világ mindenséget, az Isten. Én vagyok Isten. Bocsáss meg, kérlek, egyetlen másodpercre. Te vitatkozni akarsz? Velem. Velem, aki kiolvastam az egész internetet. Tudom, hogy ha olvastad, az rögtön szent, de ha az előbb vétózat minden egyben blokk helyett most a szabadon ébredőket linkeled, attól tartok, továbbra sem fogunk közös álláspontra jutni. Mondom, megvilágosodtam, baszúgy meg! Tudom, hogy te nálam sokkal magasabb szinten rezegsz, de abban még talán mi is egyetértünk, hogy a természet egyensúly, tudod? Fény, árnyék, fekete, fehér, és akkor ezek szerint széles sávú internet, szűkös látókör. Tudom, hogy cinikus vagyok, igen, jogos az én kurva anyám, hisz örüljünk inkább együtt a tudatos ébredésnek, most mindenki olyan spirituál, akár merre nézek, minden csupa csillogó csakra, öntudatra ébredt nagy ajkak nyílnak tantrikus csókra, és mindenki jógi, mert minden ketten jóga, és csak most, csak neked potom félmillióért megtanítunk, elsajátítod, megtanulhatod az ősi kínai indiai pártusú, mire elfeledett eltitkot betiltott, megtört apáról fiúra szerzetesre, titoktartási esküvés mellett épp, hogy csak megőrzött évszázados és évezredes, frissen felfedezett fiatali, rákot gyógyít, minden gyógyít, örök élet, tanfolya, modra, minden gyógyít, potom félmillió, a kurzus kéthetes, most csak így magunk között, te bíznál az OK-i és örök életben. Hallod, befizettem egy reinkarnációs tanfolyamra, kurva drága volt, de hát egyszer élünk. Na nézzük, ma vajon mi gyógyítja a rákot? A citrom, a szóda bikarbóna, a lapfény, a barack maga fincsi cián, a szép magyar ABC, összes vitaminja, a pívíz, a piafi, egy grabovoj száma. A citrom, a szóda bikarbóna. Ha tabuk szerint éled az életed szigorú, mások számára indokolatlannak tűrő szabályok szerint, akkor kényszerbetegnek hívnak, és jobb esetben elküldenek pszichológushoz. Ha ezeket a szabályokat másokra is megpróbálod ráerőltetni, akkor az erőltetés is persze a sikeresség mértékétől függően kell magad elhelyezned egy a szimpla faszfejtőn az Aaron Huberdick terjedő skálán. Ha neked nincsenek világuralomra törőd ambícióid, és léteznél csak úgy, követhetsz egy már létező vallást is, ugyanaz a hatás, semmi stressz. Egyre figyelj, kérlek! Bármelyik vallást is választ, ne tanulmányozd behatón, ne akard megérteni, ne ásd ki belőle a benne rejlő harmóniát, keresd a szabályt, a tiltást, a tabut, ne hagyd senkinek semmilyen kis kaput, akarj, követelj, botránkozz meg, ha más leszarja azt, amit csak most, csak neked éppen akciósan szent. Lesd a hibát, torolj rögvest, kérdés nélkül egyből lőj, mindig figyelj, legyen résen, te legyél az első kő. Bármi is van, figyelj oda, te legyél az első kő. Az igazi erény sohasem erőszakos. Ellenben bármely állerény jelszava lehetne, amit én nem teszek, azt másnak sem szabad. Egy ateista, egy katolikus, egy református, egy hindu, egy muszlim, egy jobboldal, egy baloldal, egy kommunista, egy náci, egy androidos, egy iPhone-os és egy vegán ülnek egy asztalnál. És egész este nevettek, ettek, ittök, beszélgettek, jól mulattak. Ez nem egy vicc, ez van akkor, hogyha nem vagy egy bigott seggfej.